Jó napot kívánok, kellemes ünnepeket kívánok innen a stúdióban, Rózsa Péter vagyok, ma két vendégem van, Köves Lomó Rabbi mellettítő, Gács Péter, evangélikus püspök jó napot kívánok, köszönöm Köszönjük szépen, hogy beszállt, természetesen jó felvételről megy a műsor, ünnepnapon nem dolgozunk, és egy megint egy olyan érdekes évünk van, amikor a Hanuka és a karácsony részben egybeesik, ha nem is egy napon indul és kezdődik, de a két ünnep egymást átfedi. Nem is tudom, hogy hanyadik napja van Hanukának, 22-én volt az első gyertyagyújtás, 3 4 negyedik napja, hmm. és karácsony más napja, hogyha ezt így jól mondom. Ezek az átfedések, ezek ugye kétféle időszámításból erednek, de azt hiszem arról lenne érdemes beszélni, hogy keresztény és zsidó ünnepek közötti kapcsolat az nem egy véletlenszerű és random kapcsolat, hanem ugye itt egy közös vallási gyökérről, egy közös indulásról van szó, a szétválás után alakultak ki más-más rítusok, amelyek egymásra <coughs> nyilvánvaló, hogy hasonlítanak, vagy emlékeztenek. Induljunk el a karácsonyból talán, és a hanukából, Slomo, hogyha egyetértesz vele, és Püspök úr, hogy a kettő közötti kapcsolatot az történelmileg föl lehet fedni, vagy teljesen elkülönült rítusokról van szó szó. E, hát talán a Hanukka és a Karácsony az, amelyik a legközismertebb két egybelső ünnep, és a külsőségeiben is sok mindenben hasonlít, gondolok itt a gyertyákra. Hát a, a fény maga. Igen. És közben pedig az a két ünnep, aminek a legkevesebb köze van valószínűleg egymáshoz. És ennek azon egyszerű oka van, hogy Jézus idejében a hanukát azt még nagyon kezdetlegesen ünnepelték, mondjuk még csak egy olyan 150 éve. E, és hát ami még ennél is fontosabb, hogy nincsen ez nem egy úgynevezett bibliai ünnep. Ugye a zsidó ünnepeket azt két csoportra szoktuk használni. Vannak a bibliai ünnepek, ami alatt most a biblia alatt itt Mózes öt könyvét értjük, tehát azok az ünnepek, amik többségükben az egyiptomi kivonulásra emlékeztetnek a zsidó hagyományban, ilyen a húsvét, a pünkösd, a zsidóknál még a sátoros ünnep, aminek azt hiszem, hogy nincs keresztény megfelelője. A, és a, ilyen még ugye az új év, és a Jom Kippur, az engesztelő nap. E, és aztán van két olyan nagy ünnepünk, amelyik nem bibliai ünnep, hanem későbbi ünnep. E, ez a Purim, amikor a Perzsa uralom alatti, kb. 2500 évvel ezelőtti megmenekülésünkre emlékezünk, és van a Hanuka, ami pedig a e, időszámítás előtti 160-ban történt, vagy 165-ben történt szabadságharcra emlékeztet bennünket, Makabeus szabadságharcra emlékeztet bennünket, de amúgy különben ami érdekes, hogy ez a két uh, történet, hát a Purimi történet, az Eszter könyve, aztán a uh, kanonizáláskor bekerült a Bibliába, legalábbis a zsidó Bibliába, és ha jól sejtem, akkor a keresztény Bibliában is benne van. Azt viszont már az én tudatlanságom, hogy azt nem tudom, hogy a Makabeusok könyve, ugyan, ami leírja a, a hanukai történetet, az a protestáns bibliákban benne van-e? Nem tudom... a katolikusban van, mert a katolikusban az van benne. Uh -huh. A zsidóban sincs benne különben. Uh -huh. És ez érdekes lehet, hogy ez már a protestáns visszanyúlás a gyökerekhez talán, vagy hogy ennek mi, mi lehet az oka, hogy a makabó könyve nincs benne. Hát a ugye a protestáns kánon egy picit karcsú, mint a katolikus, tehát a katolikusban benne vannak olyanok, amiket mi részben apokhívnak tekintünk, és külön kiadásban mi is ismerjük, de nincs benne. Tehát nálunk 39 ószövetség és 27 új szövetségi van. Igen. De ennek a teológiai háttere az, az, az valami, ami egy olyan, egy olyan dolog, ami mondjuk meghatározó meghatározza amúgy a különbségeket a katolikus és a protestáns irányzatok között? Hát én arra gyanakszom, de igazán nem vagyok ebben szakértő biblia kutató, hogy mi azért a Héber Ószövetségi Kánahoz is jobban igazodtunk talán. A katolikus testvéreink meg én tágabb beemelték azokat is, amik, amik kimaradtak. Igen, igen valószínűleg nálunk ez van, hogy mi mindig a forráshoz próbálunk visszaválni, ez egy reformátori alapelv, és emiatt van talán itt ez a különbség. Szóval összefoglalva a két ünnep között valójában nincs történetileg kap, nincs kapcsolat. kapcsolat, de az lehet, hogy vannak olyan szokások, mondjuk például az ajándékozás, amit nem tudom különben, hogy a keresztény karácsonyban mikor lett, lett szokás, majd biztos Püspök úr mindjárt elmondja, ami ugye a keresztény, legalábbis a hétköznapi karácsonyozásnak része, és a zsidóknál is a hanukakor, ha nem is egyértelmű ajándékozás, de úgynevezett... Hanuka Gelt, szóval a Hanuka pénzadás és a gyerekeknek ilyen módon a, a kedvében járása az része az ünnepnek. Ha az ajándékozást említette Köves Lomó, az, az azért is érdekes, mert nem olyan régen ugye Csányi Vilmos. <kül> Eto humánetológus adott egy interjút a 168 órnak, ami egyébként most éppen a mostani ünnepi számban olvasható, ahol azt mondja, hogy az ajándékozás százezer éves rítus, és nem is az ember hozza be, ezt mi az állatvilágból hozzunk. Hm. És az ajándékozás és az áldozat bemutatása között sz szerves kapcsolat van, mindkettő a félelemből és annak elhárításából adódik, amiből a szeretet ö, motivum jön ki azáltal, hogy az ajándékozás által legyűlt félelem után a kapcsolat mentes lesz mindenféle gyűrölettel. Nagyon érdekes levezetés. Uh -huh. és ez szerintem egyetemes értékű uh -huh. történet, talán mindkét vallási körben benne lehet a kereszténységben ugyanúgy, mint a zsidóságban. Hát ha már az ajándéknál tartunk, legalábbis a keresztény értelmezésnek azért az a az a forrása, hogy a karácsony egy örömünnep, ugye úgy indul a Betlehemi mezőn az angyali szózat, hogy nagy örömöt hirdetek néktek, és mi azt szeretnénk, ha egymásnak örömet tudnánk okozni ezen az ünnepen, és ennek az örömnek az egyik hát, testet öltött formájú ajándékot adunk egymásnak, mert úgy hisszük és valljuk, hogy Isten is ajándékot adott ennek a világnak azáltal, hogy, hogy ember emberélet Jézus Krisztusban megszületett, és ha az Isten ajándékot ad, akkor mi is ajándékozunk meg egymást, és így találkoznak a kis és nagy örömök ezen az ünnepen. De azért, ha már itt Slóm említette a Hanuka történetet, aztán nem mindenki tudja, hogy a keresztény karácsony, az, ha úgy tetszik, egy kicsit fiatalabb ünnep, bár ugye 2019-et írunk, de kb. 1700 éve ünnepeljük csak a karácsonyt. 325-ben volt az a Nicai zsinat, amely elrendelt, hogy december 25-én például is a nyugati kereszténység. A karácsonyt, ugye a keletiek pedig vízkereszkor, tehát ez egy viszonylag fiatal ünnep. A kereszténység az első századokban, amikor még részben üldözött és megtűrt vallás volt, a husvétra a feltámadásra koncentrált, és amikor aztán Lacs Kontantinus nyomán ugye államvallássá lett, akkor sikerült rendezni, hogy így mondjam, egy kicsikét az ünnepeket is, és akkor, akkor vezették be, hogy éppen a téli napforduló, tehát ennek itt a fényel szoros kapcsolata van, a világosság elkezd növekedni, és hát a gyertya az nálunk is egy nagyon, nagyon fontos szimbólum, már az adventi koszoruna a gyertyák a növekvő fényre mutatnak, és nagyon szép az, amikor a karácsonyfán is égő és élő gyertyák vannak, mik a tűzveszélyes is, de annak van üzenete szemben a, a vibráló. Hát egészen odáig, hogy állítólag nagyon-nagyon régen a karácsony bevezetését követő egy több, mit több egy száz-kétszáz évben valódi tűzcsóvák voltak a fán, tehát olyan kis fákjákat készítettek, nagyon tűzveszélyes dolog egyébként, hogy azok ott lobogtak rendesen is. Uh -huh. Hát igen, ugye a fénynek így biztos, hogy mind a két ünnepben van jelentőség. Ugye a hanukai fénygyújtás, a hanukai gyertyegyújtás onnan származik a történetből, hogy azon túl, hogy a rabbik fontosnak találták azt, hogy megünnepeljük azt a csodát, hogy a makabeusok kis serege hogyan győzte le azt a hatalmas túlerőt ami megakadályozta, az akkori zsidók saját szabad vallás gyakorlását az okori Izraelben. Ezen túl megünnepeljük ennek a vallás gyakorlásnak egy fontos szimbólumát, hogy amikor aztán bementek a Jeruzsálemi templomba, és meg akarták gyújtani a gyújtani a, a hétágú gyertyatartót, a menórát, akkor nem tártak elegendő olajat, csak egy, egy napra, valós. elegendő olajat, és az ugye csodálatos módon nyolc napig éget. És ez a nyolc napi csoda, ez az, amit ami kifejezünk azzal, hogy minden este egyel több gyertyát gyújtunk. Különben kezdetben volt egy vita arról, hogy minden nap egyel többet, vagy minden nap egyel kevesebbet gyújtsunk, Hillel és Samály között. Igen, hogy visszafelé menne. Igen, de Samály szerint azt kellett volna csinálni, hogy első nap nyolcat, aztán hetet, aztán hatot. És végül is Hillel véleményét fogadtuk el, mert aki azt mondta, hogy a szentségben mindig növekedni kell, nem pedig visszafelé uh -huh. menni. És ezért az első nap egyet, aztán kettőt, aztán hármat, aztán négyet gyújtunk. Az adventi gyertyáknál mi a mi, tulajdonképpen is, Bispök úr, egyrészt igaz-e az, hogy az adventi gyertyagyújtás az egy korábbi hagyomány, mint a, a karácsonyfa állítás maga a fa szempontjából. és mi, a, mi a, a gyertyák növekedésének és a gyertyák számának a szimbóluma? szimbolikája. Hát itt azért ad mondjam némi evangélikus önézetességgel, vagy büszkeséggel, hogy ezek, ezek evangélikus gyökerekre mennek vissza. Lutherről Mind van a olyan, kettő a... hogy igen, a... igen, tehát Lutherről van egy ilyen hagyomány, persze erről nincsen fénykép vagy korabeli uh -huh. korabeli sajtótudósítás, de hogy valójában a reformációnak volt egy olyan nagyon fontos lépése, hogy egyáltalán az ünnepet be akarta hozni a családi otthonokba. Ugye maga Luther is tudjuk, hogy szerzetesként indult, aztán családot alapított, és neki nagyon fontos volt, hogy ne szakadjon el a, a templomi ünnep és az otthon. Otthoni. Tehát legyen együtt ez a, ez a kettő, és ezért ő hát nagyon nagy hangsúlyt helyezett a családi áhítatra, a szép karácsonyi énekeket, itt amelyek otthon is énekelhetők, és állítólag ő állította az első karácsonyfát a gyerekes család apaként, és ilyen német gyökerekre megy vissza a karácsony. És miért éppen fenyőfa a karácsony. Hát azt gondolom, hogy itt az örök zöld, az örök élet uh -huh. szimbóluma is benne van ebben a, ebben azt hiszem, a, a fenyőben. És az adventi koszorú pedig egy viher nevezetű evangélikus lelkész egy vissza, aki Hamburgban egy házat tartott fönn. És ott Tulajdonképpen kicsit a hanukára is hajaz, hogy árvent időszakban egyre minden nap meggyújtott egy gyertyát. Egy gyertyát. Hm. És hm. Uh, aztán úgy volt, hogy a, a, a hetedik gyertya, a vasárnap az mindig egy ünnepélyesebb, nagyobb gyertya volt, és aztán lehet, hogy takarékossági vagy praktikussági szempontból végül az elmarad, hogy minden nap gyertya, hanem most csak a vasárnapokon gyújtunk meg. Tehát a négy, négy hétig készülünk. Ez olyan, mint a a bőti időszak húsvét előtt egy ilyen ráhangolódás, Rákészülés. igen, ez az ünnepre való készülődés, és akkor így a, a négy vasárnap gyulladnak ki az újabb és újabb gyertyák, jelezve, hogy közeledünk a karácsonyhoz, ah, hogy... amikor aztán a fény betör ebbe a, a világba, és hát ez most egybeesik ugye azzal, hogy pont karácsony tájékától kezdenek a rövidülni az éjszakák, és, és jön Kezd a... Fényt lenni. Igen, tehát ennek megvan a nagyon mély szimbolikája, ugye az időzítés is, hát ez, ez nyilvánvaló, hogy nem tudjuk igazolni pontosan, melyik nap született Jézus, mert erről sincsen dokumentum. Egy, a győztes nap ünnepe volt ez, még a római birodalomban is, hát ezt a kereszténység többször csinálta, hogy pogány ünnepeket megkeresztett, most értsük uh -huh. jól. <laughs> Megérített. Rá, hát rárepült erre a nagyon jó eh, kapcsolat, ez egy magas labda volt, hogy innentől kezdve nő uh -huh. a világosság, akkor legyen ez a nap, amikor Krisztus születését ünnepeljük. No, ha akkor azt lehet mondani, hogy például az időpont szempontjából, akkor ez megerősíti azt, amit mondtunk az előbb, vagy a műsor elején, hogy, hogy mondjuk szemben a húsvét palminnek az időpontja egyértelműen a zsidó pészához kötődik, ez sokkal inkább a római kultúrából megmaradt, vagy ahhoz a, a, kötődő. Igen. Sőt, hát odáig menően ugye, hogy felületesen szoktuk mondani, hogy hogy születésétől számítjuk az időt, Igen. ami igaz is, meg nem is, mert itt valami szerzetes testvérünk számogatta, ezt ki nem tudom pontosan mikor, de az a lényeg, hogy ő, ő tévedett a visszaszámolásba, és most azt mondják, hogy például a Jupiter és a Vénusz együttállása, ami ugye a Betlehemi csillagot idézi valószínű, azt csillagászatilag ki lehet mutatni, hogy az, az ha úgy tetszik, Krisztus születés előtt hétben volt, tehát valószínű, Jézus a születés előtt hét éve született, értsük uh -huh. jól? Igen. Tehát itt, itt ezek szimbólumok inkább, Nyilván. és itt nem a részletekbe kell elveszni, mert a, a, lényeg az, hogy valamiképpen mégiscsak ö, Krisztustól egy új időszámítás kezdődött. Egy uh -huh. másodperce visszatérhetek a Nisztel zsinathoz. Akkor a karácsony elrendelésekor maga az ajándékozás, mint kötelező rítus szerepelt, vagy ez később kialakult? Ez szerintem később alakult. Tehát nincs benne a Nem, döntésben. ott az volt a lényeg, hogy az inkarnációt, a testélétet, tisztú uh -huh. születését ünnepelje meg a kereszténység, és van, nagyon sokáig a a husvét volt a legnagyobb ünnep, és ma is a teológusok vitatkoznak, hogy melyik a nagyobb ünnep. Én azt gondolom, ezt nagyon nehéz eldönteni, mert nem lehetne feltámadásról beszélni, ha nem lenne előtte születés. Tehát azt hiszem azért a köztudatban a karácsony a legnagyobb ünnep. De akkor ez inkább Luther óta van így, nem? Hát Luther azt... Mert azzal, azt... Hogy, hogy ezt egy olyan elérhető ünnepét... Tette. Hát igen, ezt ő nagyon erősen behozta, igen, a, a, a családba, és Valószínű, hogy aztán ebből alakult ki, igen, uh -huh. ez az egész ajándékozási kultusz is. És azért is érdekes, mert ha már párhuzamokat vonunk, akkor itt van egy egy kifordított párhuzam, hogy mondjuk a zsidó hagyományban az ünnepek szinte mind, vagy nagyon nagy részükben családi ünnepek. Tehát a család az a központban van, például a húsvétnál is, ahol a szédereste az egy abszolút családi körben eltöltött este a kezdetektől fogva, hiszen úgy fogalmaz maga a Tóra, a Biblia, hogy beszéld el fiaidnak. A széderest arról szól, hogy a családban kell megünnepelni, és a hanuka meg egy fordított, fordít, fordított folyamat a karácsonyal szemben, vagy az előbb hallott luteri irányjal szemben, mert a hanuka az az ünnep, aminél viszont azt mondják a rabik, hogy ezt ki kell vinni a közbe, ki kell vinni a, a a közösségnek, vagy a tágabb közösségnek ugye azzal a közismert dologgal, hogy a hanuka gyertyákat az ablakba kell meggyújtani, vagy a külső ajtófélfánál, vagy hát a legutóbbi időkben már az utcákon. Tehát az, az adventi gyertyák is vannak, sokszor ugye a koszorú van az ajtókon, hogy ne. tehát üzenet megy kifelé de a hát világnak. Egyre több településnek a terein is vannak. Vannak, a, igen. De ennek igen. van egy ilyen hagyománya, hogy az adventi koszorú az... az valamit hirdet a nagyvilágnak, és ezért kifejezetten az utcán kell csinálni, mert hogy más ilyen keresztény hagyomány Hát Őszintén szóval a... én, ha jól emlékszem, a rendszerváltás előtt ilyenről szó sem lehetett. lehetett nyilvánosan. Nyilván. Tehát ez ez már tulajdonképpen egy egészen modernkori megélés. Az, az, hogy most meg... a kereszténység próbálja kivinni az utcára, amivel hát rájöttünk 30 évvel a rendszerváltás után, hogy nem mindenki talál vissza Igen. a templomokba, vagy az én hát A folyamat az volt, hogy a templomból be kellett hozni a családba, és most már ott tartunk, hogy a családból meg ki kell vinni az utcára, mert már a család sem. Hát, hát azért nem... elég sok otthonban látok én Ádám mm. tehát ez most úgyhogy mm. hozzátartozik, az másképp hogy sokan nem értik a szimbólit. Igen, Tehát például az, hogy a az, uh -huh. koszorú az a győzelemnek a szimbóluma, erre kevesen gondolnak. Uh -huh. a, a temetésnél is már az nem a világárusok ünnepe, hogy annyi koszorút veszünk, hanem arról van szó, hogy azt szeretnénk hirdetni, hogy, hogy aki elment, az nem vesztes, hanem győztes, és hogy örök. És hát ebben az kapak. is benne van, hogy van egy kör, nem? És hogy van egy, egy, egy igen, olyan kör, aminek soha soán nincs vége, az hát, élet is egy örök. És a győzelmi koszorú, ugye, uh -huh. amit, amit a versenyeken is adtak, és valami olyasmi is van e mögött, hogy aki karácsonykor megszületik, az egy, az egy, az egy győztes úr. Hát ha valaki ismeri a, Bach karácsony oratóriumát, az egy olyan fenséges nyitányjal indul, ahol egy ilyen, szinte ilyen trónalépési királyi bevonulással indul trombiták a dobokkal. Hát nem az az intém csendeséges hangulat, hanem hogy akit érkezik, az egy, az egy győztes Hogyan király. vált a karácsony egyébként a vallási ünnepen túl egy össznépi ünneplésé? Hiszen azért tegyük hozzá, hogy Ausztráliától kezdve Los Angelesig, vagy mekkora kört írhatok le, 40 fokos meleg ben is megtartják a karácsony ünnepét, és még a karácsonyfát is állítanak, tehát fenyőt is állítanak. Hogy ez hol tudott kilépni ebből a szűk vallási rítusból? Hát én arra gondolok, hogy maga a gyermek és a születés az olyan, ami minden valláson és felekezeten túl és ezeken átívelően valami olyan élménye az embernek, hogy, hogy élet születik a, a földre hogy itt, ha ez a vallási tartalom el is sikkad, a maga az a tény, hogy, hogy, hogy gyermek születik, ez meg hát a család és a békesség. Hát, ha régen még emlékszem, mert értem abban az előző rendszerben is, tudatosan akkor még fenyőfajú nap volt meg. Hát igen, a... elnevezték mindenféle. Nem, nem tudták hívtatni a dolgot, úgyhogy inkább ők is megtérítették a saját ideológiájuk szerint. Ez csak azért volt fontos, mert hogy, 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 hogy az üzenet olyan erős, hogy a, a, a rigorózusan vett vallási tanításon túl is, ö, nem vallásos körökben is hatással van. Erre gondoltam, Ilyen, hogy ezt kiléphetettem. A, a gyermekek nagyon szeretik ezeket az utcai betlemeket a, a, a csacsival, meg az ökörrel, nem mindenki tudja, hogy ez egy szövetségi profécia, hogy az ökör és a szamár is ismeri az Ura jászlát tehát az nem egy egy egyszerűen istálói idél, hanem amögött is van ószövetségi gyökér, ha úgy Igen. tetszik. Ezt nem mindig tudják, hogy ez nem véletlen, hogy ott ez a két állat van, és nem puposteme, vagy zsirápszó. Szóval. Különben még egy dolgot, hogy kérdezek meg, hogy az mindig érdekelt, hogy a, és akkor itt megint egy párhuzam, vagy a zsidó gyökerekre való inkább utalás, nem is párhuzam, hogy a az, hogy a szilveszter Egyáltalán az új évnek a, 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 a dátuma, azt nem egyáltalán mennyire van valási gyökere a kereszténységben, és hogyha van, akkor van ennek valami köze ahhoz, hogy az pont nyolc nappal van a, a születés után, ami esetleg a Jézus körülmetélésére? Utal. Pontosan erről van szó, de nem a szilveszter, az a haj, lehet ezen a számháborúzni, hogy a, a 8. nap az én olvasatomban az január elseje az új év. Tehát a szilveszternek semmilyen vallási tartalma hát csak ezen nincs. Hát azon a napok este kezdődnek a zsidó. Hát ez, igen, de akkor 24-én este születik Születet, meg, és, és, és akkor 24 meg 8, az hogy jön? Hát mert ha beleszámoljuk azt a napot, amikor születik. Akkor jó, a az elsője. <laughs> a 8 <Na>, Igen, tehát <gül> mi <gül> úgy tartjuk számon, hogy karácsony 8 az január elseje. <laughs> És tulajdonképpen nem a polgár évet ünnepeljük, mert azon tulajdonképpen sokat nincs mit ünnepelni, mm -hmm. hogy naptárt cserélünk. A, a szilveszter egy lehetőség a háladása, olyankor este szoktunk tartani háladó Istentiszteletet, de új évkor azért év van Istentisztelet, mert Krisztus körülmetékedésének az ünnepe a nyolcadik napon vitték föl a körülmetékedést. Tehát én azt hiszem, hogy ez. ez abszolút. abszolút a zsidó egy... Hogyná, nem hát nem ugye egy zsidó úgy. családba született, tehát egyértelműen tartotta a zsidó rendet. Van-e, hogy? zsidó hagyományban a feltámadásnak valamilyen megjelenése. Hát, hogyne? Hát ugye maga a feltámadás fogalma az a zsidó proféciákból ered. Ugye, ami érdekes, különben, hogy ez, ez a Mózes utáni profétáknál jelenik meg. Különben eleve érdekes, hogy Mózesnél semmifajta ilyen Ezoterikus vagy földön túli életre gyakorlatilag nem nagyon van utalás. Az egész Mózes öt könyve, a Tóra az egy nagyon földhöz ragadt, nagyon a törvényt és a földhöz ragadt, vagy a földi létet hangsúlyozza, a túlvilágról gyakorlatilag nincs benne szó de a későbbi profétáknál ez megjelenik, és a későbbi profétáknál Ezsaiásnál, tehát Ezsaiás, nem tudom ki, Ezsaiásnál, köszönöm szépen, Ezsaiásnál, Jeheszkelnél, Ezékielnél megjelennek azok a látomások, azok a proféciák, amik részben magára a megváltóra és a megváltásra utalnak, részben pedig arra az idilikus állapotra, ami majd a megváltást követi. És ennek az idillikus állapotnak is része az, hogy az oroszlán együtt lakik a, 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 a bárányjal, és egy olyan idill van, amit akár a jászol is szimbolizál. A másik oldalról pedig maga a feltámadás, ami nem csak a megváltónak a feltámadás, mert nem, a nem elsősorban a megváltónak a feltámadásáról szól, de a mézselyás proficiájában a, a, a száraz csontok, Feltámadnak, az magának a halottaknak a feltámadását ö, ö, írja le. És a zsidó hagyományban, a zsidó teológiában, vagy filozófiában, vallásfilozófiában ez. Ö, azt fejezi ki, hogy eljön egy olyan idillikus állapot, amikor a test és a lélek többé nem ellent mondása egymásnak, többé nem ellenségei egymásnak, nincs közöttük semmifajta feszültség vagy ellentét, és ezért a test a lélekben örökké tud lélni, És annyira magasztos ez a lét, amit kifejez a feltámadás utáni létünk, hogy a léleknek még a túlvilágról, a szellemi lelki, túlvilágról is érdemes visszatérni az eredeti testbe, úgyhogy ez egy a mai napig egy zsidó hagyomány, olyannyira különben zsidó hit, vallás, olyannyira, hogy Maimonides, aki ugye az egyik legnagyobb középkori zsidó filozófus, és akit a keresztény teológia is fontos tanítónak, és amúgy a, 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 a muzulmán teológia is fontos tanítónak és filozófusnak ismer el, ő összefoglalta a, a zsidóság 13 hitvallását, amiben olyanok vannak benne, hogy az egyistenhit, hit, a büntetés és a jutalom, az emberi felelősség, a proféciába vetett hit, és tovább, és tovább. És ebből az utolsó kettő a megváltásról szól, a, a 12. Az, az, a maga messiás eljövetelébe vetett hit, hogy hiszünk benne, és hogyha késlekedik, akkor is minden nap hisszük, hogy ma eljöhet. És az utolsó pedig a feltámadás, hogy teljesítel hiszem, hogy a messiás elvetele után Elérkezik a feltámadás mm helye. -hmm. Akkor... Hát egy gyönyörű mondat, csak ide, ez hát még hassal amit minden evangélikus temetésen, a sírnál vagy az urnánál felolvasunk, jobb könyvéből, hogy tudom, hogy azért megváltó, is utoljára porom felett megáll. Hát persze, ugye a, mi a megváltónál Jézusra gondolunk, jobb nyilvánvalóan ezt nem így gondolta akkor, de ez egy gyönyörű hitvallás éppen a halál közelében arról, hogy ez nem a az utolsó állomás, csak utolsó előtti. Akkor igen, ott el... a megváltó a zsidó a értelmezésben magára a jó jóistenre ö, ö, vonatkozik, és ahogy a, mint az örök életnek a, a forrása. Forrás, igen. igen, azt az utolsó kettőt, amit Köves Lomó említett a 12-ből, most akkor Gács Péter püspök úrnak teszem fel, hogy a megváltás, a feltámadás és a lélek és a test összetartozása azt tehát úgy jelenik meg és hagyományozódik át a a keresztény tanításban, hogy a feltámadást azt úgy kell értenünk, ahogy le vagyon írva, hogy a test eltűnik a gyolcsból, tehát nincs ott a test sem. Jézus teste sincs ott, nem csak a lelke. Magyarul, hogy a test egyesül, egyesül a Egyesül, igen. Hát ugye az az érdekes, hogy ha most már karácsonykor húsvétól beszélünk, de ez, egyáltalán igen, nem, most de ez is... egyáltalán nem baj, mert ezek teljesen összefüggnek annyira, hogy, hogy csak érdekességként mondom, hogy van olyan oltárképünk, ahol a Jászol bölcső mögött már ott van a, a, a kereszt, sőt, van egy Aha. ilyen gyönyörű szimbólum, ugyanabból a fából faragták a Jászol bölcsőt, és a keresztet, vagy a Jászolnak a kereszt alakú lábában már föl lehet fedni, De ezek a dolgok teljesen összetartoznak, mert azért született meg, hogy aztán elvégezze a megváltásnak a munkáját. De most Jézus föltámadásán az érdekes, hogy úgy jelenik meg, hogy a Testén ott vannak a seb helyek, Sebb helyek. tehát azonosítható, de ugyanakkor hát ez egy nagy misztérium, ez egy olyan megdicsült test, amely bizonyos szempontból már nincs a, a térés idő börtönébe bezárva. Tehát azt olvassuk a húsvét utáni evangéliumi tudósításokból, hogy zárt ajtón keresztül belép Jézus a tanítványok közé, meg eltűnik. Tehát ott már őt nem kötik ezek a földi hát békők, hogy így mondjam, de ugyanakkor úgy jön vissza, hogy nem egy kísértet, nem egy szellem, hanem direkt a tanítványok láttára eszik például velük együtt, meg megengedi Tamásnak, hogy én is meg a sebeket a, uh -huh. az oldalamon, vagy a kezemen. Tehát ez egy, ez egy olyan nagyon titokzatos hitünk, és reménységünk, hogy az, aki én vagyok, az nem oldódik föl egy, egy ilyen kísértett léle, hanem én test leszek, de nem az a, az a meggyötört test, amely aztán. Nem a gyarló test. Igen, hanem ez egy, ez egy megdicső test, amelyben én meg tudom őrizni az önazonosságomat de ez nem az a megkopott test, amelytől néha már jó is megszabadulni. Tehát az egy... esendőség eltűnik. Igen, ugye, tehát ebből. mint egy kopott ruhát a ruhatárba uh -huh. leadom, ugye van egy ilyen bizarr kép, hogy a temető az egy ruhatár, ott leraktuk az ócska ruhákat, és a föltámadásban már úgy térünk vissza, hogy, hogy ami megkopott és mulandó, az nem tér vissza de én én maradok, és nem oldódok föl valami. A zsidóságban ugye ennek van, egy, vagy a Bibliában, vagy a Tanachban, a zsidó Bibliában van ugye egy előképe, a, ugye illés, Igen, aki ugye uh Eliáhu illés, aki a testével együtt száll föl a, a, a mennyekbe, és ugye ez, azt a, ez, ez egyértelműen azt uh, mutatja, vagy az a, arra utal, ami, uh, amit Püspök uh, is az előbb mondott, hogy uh, Ugye a test az egy, az egy, korlát, a gyarlósága okán, a, az, ösztön, az ösztönössége és az, az, ösztöni léte okán, az egy, az egy korlátja a léleknek, az evilági létben. És a zsidó filozófia úgy magyarázza ezt, hogy ugye Ádám és Éva a paradicsomban még az első bűnölt örök életűek kellett volna, hogy legyenek, mert az ő testük, a teremtés, az Isten teremtés révén egy nem volt gyarló a bűn által váltak gyarlóvá, és, egy, és az, hogy valaki megszabaduljon saját erőből ettől a gyarlóságtól az csak nagyon ritkán adatik meg, mint például megadatott élésnek, viszont akinek nem adatik meg, az egy ponton nem bírja tovább a testben a létet, a, 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 a létet, és ezzel a lélek ki kell, hogy szabaduljon a test fogságából. Amikor viszont majd eljön a feltámadás, akkor mindenkinek a teste megszűnik gyarlónak lenni, és ezért ez a lét ez egy, ez egy tökéletes lét tud lenni. De tulajdonképpen azért is érdekes ez, mert a műsor előtt beszéltünk arról, hogy mi mindent próbáljunk be zsúfolni ebbe az órába, és én nagyon szeretem a provokációkat, és azért. Azt mondtam, hogy beszéljünk egy kicsit arról is, hogy a zsidóság és a kereszténység hol vált külön, külön. És, és mik azok a hitelvek, amiben viszont amiben határozottan elvált ez a két hagyomány egymástól, ez a két vallás. És ez, hogy a Jézus feltámad, a Jézus teste tökéletesé válik, illéshez hasonlóan, ez nem egy ellentmondás. Az igazából mégis van valami, mi a testhez kapcsolódik. Az, hogy Jézusra úgy tekint a kereszténység, és ebben úgy tudom, hogy azért vannak különböző nézőpontok, és különböző irányzatok, hogy ő Isten megjelenése egy testben, az az egyik olyan pont, amit a zsidóság nem tudott elfogadni, azon túl, hogy maga, maga az új szövetség fogalma is. Magyarul nem tekinti a zsidóság messiáknak. Nem, ennél többről van szó, mert ugye nem csak az a, 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 a zsidó hagyományban, hanem a siách, a megváltó, ő még nem feltétlenül kell, sőt, egyáltalán nem Isten. Tehát nem, Ő az egy, az egy ember fia ember. Aha. A kereszténység hozza be a megváltó fogalmába azt, hogy ő Isten, ahogy, fia. A, hogy nem csak hogy Isten fia, hanem a Szent Háromság révén ő maga Isten, aki megjelenik egy emberi testben ha jól igen, tudom, de püspökúra nézek, és ez a fogalom nem létezik, a, a, a zsidó, vagy, vagy ezt a fogalmat a zsidóság elutasítja. Hát ugye itt a, a, igen, a szent háromság az, ami tulajdonképpen a, a kereszténységet minden más monoteista vallástól megkülönböztet, és azért vannak többek között feszültségeink, mondjuk a muszlimokkal. Mi viszont nem tudjuk a hitünket másként kifejezni, tehát ez egy, ez egy ha úgy tetszik, kommunikációs kísérlet, hogy mi úgy tapasztaljuk, hogy az Istent Háromféle módon is, hogy mondjam, tetten érjük a, a világban és az életünkben. Van Isten, aki fölöttünk van, ő a Teremtő, az Atya. Van egy Isten, aki úgy jött közel hozzánk, hogy fölvállalta az emberi létet, és itt van ez az emberi értelmet szétfeszítő misztérium, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Tehát találkozik benne a Szent Élek Szűzmáriával, tehát, ha úgy tetszik, ez egy kicsit bizarr kép, de talán nem fogják félreérteni, hogy Isten és is ember szerelméből születik meg a betlehemi gyermek, és ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy ez az Isten, aki ilyen közel jött hozzánk, ez a feltámadás után 40 nappal ment, hogy így mondjam, ebből a látható világból a láthatatlan világban, de a lelkét elküldte ez amit pünköskor ünneplünk, uh -huh. és ez a lélek viszont bennünk munkálkodik, tehát ez, ez három viszonyulás ugyanahoz az Istenhez, egy Isten fölöttünk, egy Isten velünk, ugye Immanuel, ez a és a jási, jövendőlék szerint a, a messiás egyik neve is ezt, ezt Jézus alkalmazza az evangélium is, és ez az Isten nem csak velünk, de bennünk is kész lakozást uh -huh. venni, és itt izgalmas a test és lélek kapcsolata, hogy a test a, nem a lélek börtöne, hogy ezt mondjuk a görög filozófusok tanították, hogy jól lenne megszabadulni, a kereszténység megbecsüli a testet annyira, hogy válaszolta, hogy a test az a lélek temploma, és ezért kell a testünkre is odafigyelni, tehát az a fajta idegenkedés a, a testtől, ami mondjuk sokszor megfertőzte a kereszténységet, főleg a középkorba, az, az idegen valójában a, a, igazi keresztény gyökerektől, mert mi ajándéknak tekintjük a testet is, és a Lelkét is, és a kettőt nem akarjuk játszani Hogy volt a test a, lélek -temploma. a temploma. Igen, temploma. És Nem a börtön, nem, a nem börtön, egy börtön, a... hanem, hanem egy olyan, ahol az Isten, hát ugye a teremtés történetben mondja, hogy az Isten bele leheli a, a lelkét, és azáltal válunk élő lényekké. A zsidó hagyományban, illetve a, 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 a magában a Tórában az ember és Isten találkozása hányszor fordul elő a közismert, ugye Mózes találkozása, a csipkebokor formájú e, jó Istennel. E, Jákobnak a harca a ő, az angyalal, az nem ugyanez? Hát ugye az, hogy Isten megszólítja az Igen. embert, az számos alkalommal fog, Tulajdonképpen Minden főszereplőjét megszólítja Isten Igen. A, a Tórának, kezdve Ádámtól, Noé, Káin, természetesen Ábrahám, Izsák, Jákob, ezek mind-mind meg vannak szólítva, és ezek a megszólítások különfélek, különfélek lehetnek. Tehát van olyan történet a Tórának, ahol angyalok küldöttek formájában jelenik meg Isten, vagy egy Isten üzenet, mondjuk amikor Szodomajos és Gomorra pusztítására jönnek, és előtte találkoznak Ábrahámmal, van amikor ez egy közvetlen látomás megszólítás, mint például a úgynevezett részek közötti szövetség, amikor Isten egy füstoszlop formájában jelenik meg Ábrám álmában, látomásában, de van, amikor Jákobhoz közvetlenül szól, amikor Jákob a létráron álmodik. Tehát különböző formákban jelenik meg. És hát ebből a legkiemelkedőbb és ami a legfontosabb a zsidóság tanítása szerint az, amikor nem egy embernek jelenik meg egy látomásban és egy álomban, hanem a kinyilatkoztatásban, amikor megjelenik, amely kinyilatkoztatás alatt itt a parancsot értjük, ami tulajdonképpen a legfontosabb közös gyökere talán a, a, a zsidóságnak és a kereszténységnek, ami a tóra leírása szerint nem abban a közismert, félre közismert módon történik, hogy Mózes fölmegy a hegyre és lehozza a két kőtáblát hanem úgy, hogy mielőtt Mózes fölmenne a hegyre, Isten a saját hangján megszólítja az egész népet. Az, az, egész nép. az egész nép ott áll a sínai hegynél, és mindenkihez egyszerre szól, és azt mondja, én vagyok az örökkévaló Istened, és elmondja a tíz parancsot. És ez azért nagyon fontos, mert ezzel a zsidóság kifejezi azt, ami szerintem átvezet majd esetleg egy másik témához is, ami a legfontosabb üzenete talán a mai napig a zsidóságnak és a kereszténységnek, a világnak ezen a féltekén, hogy minden embernek egyedi kapcsolata van Istennel, minden embernek egyedi felelőssége van ebből következtetve, és minden embernek ezért egy végtelen értéke van, és emberi méltóságra joga ezek mind-mind abból fakadnak, hogy az ember felszabadul, felszabadítást nyer azáltal, hogy Isten hozzászól, és minden emberhez ugyanúgy szól hozzá, mint ahogy minden emberbe egy, egyformán leheli bele azt a bizonyos Erre mondjuk terüket. azt, hogy minden ember a maga papja. Ez van egy ilyen olvasat terén. Szerintem az, az a mondás egy kicsit más jelent, mert aztán azt jelenti, hogy minden ember magad. Hát, hát, hogy, hogy mond, mi maga, az Istennel való kapcsolatában a felelősség az övé. Én erre gondoltam, hogy igen. De az ja, ha már a tíz pontcsat előjött, azért megint ez egy érdekes közös pont, ez se biztos, hogy mindenki tudja, hogy az evangélikus istentisztelet, legalábbis van olyan liturgikus rendünk, amikor ugye az úr is megjelenik, az euharisztia az istentisztelet második felé, vagy azzal kezdődik, egy bevezető ének után, hogy a tíz parancsolatot felolvassuk egyfajta önvizsgálatra indító gyónó tükörként is, hogy vizsgáljuk meg, van, hogy ehhez képest az életünk hol uh -huh. torzult el, és hol vagyunk ráutalva Istennek a bűnbocsátó szeretetére. Tehát a tíz parancsolat számunkra is nagyon fontos. Sok evangélikus oltár úgy van kiképezve, hogy, hogy a két kőtábla is megjelenik, és ez nem is kérdés, és hát most ugye ünnepnapon beszélünk, azért ott a harmadik parancsolat az ünnepszentelésről azért is izgalmas, mert azzal kezdődött a műsor, hogy ünnepnap nem dolgozunk, fölvételről megy. Mm -hmm. Igen, és akkor nekem rögtön beugrott, hogy egy magas labda le fogom csapni, el, lesz a alkalma, hogy van egy olyan Luther ének, ami pont a tíz parancsolatot magyarázza, és ő a harmadikat úgy magyarázza, hogy te nyugodjál, és Isten végezze a munkáját. Tehát az ünnepnap, az pontosan arról szól, hogy engedem hmm. azt, hogy az Isten az én életemet helyre rakja, és ne én akarjam az ünnepet. Ne Hát ez egy, egy abszolút alapmagyarázat a zsidóságban is. A szombat arra emlékeztet engem, hogy, a, hogy hogy ne görcsöljek rá Igen, a, az életre, hanem ismerjem az, azt, hogy én tulajdonképpen egy, egy edény teremtek az áldásnak, ami abba kell, Igen. hogy belehúljon, de, de, de azért Istent is hagyni kell egy kicsit az asztalhoz. És hát ez, áll. ami nagyon nehezen megy, azért azt hiszem, nem kevés hallgatunk van, aki ilyenkor második nap már így lábadozik, hogy az ünnepekbe kikészült, és most kezd magához térni, mert annyit sütött, főzött, vásárol, és, és valójában nem ez lenne az ünnepnek az igazi tartalma, hogy, hogy mi összehozunk egy jó ünnepet, hanem mi próbáljuk az ünnep által fölkén átisteni ajándékokat A Azt hagyd mondjam el azt a kis anekdotát, ami nagyon kedves személyesen is a számomra. Én ugye egy olyan családban, ezt kedves hallgatóknak már sokszor megosztottam, egy olyan családban nőttem fel, ahol abszolút mondjam, elszakadta a holokauszt után a zsidó hagyományoktól, és és hát ugye hagyományok, meg ünnepek, meg nélkül nyilván nem lehet élni, úgyhogy a kommunizmus éveiben a mi családunkban is megjelent a karácsony. És nem, voltak évek, amikor nem volt azért karácsonyfa, de a család úgy összejött, és hát ugye vallási tartalma nem, nem volt, nem mert nem ugye volt. a nagyszüleimnek egy... Talán a többsége abszolút ortodox ateista volt, legalábbis a, hábor ortodox, után, legalábbis a háború te. után. De, de hát ez, ez a szocializációnak része volt egészen mondjuk a rendszerváltozásig mindenképp. És amikor én aztán hát visszatértem a gyökerekhez, és vallásos lettem, és kint Amerikában tanultam egy, egy, egy ilyen vallásos iskolában, egy esivában, gimnazista koromban, akkor kijöttek a szüleim akiknek hát nagyon sok kevés, mind a ketten zsidó származásúak, de nagyon kevés ilyen közvetlen zsidó élményük volt, és ö, életükben először ott kint Pittsburghben voltak egy ilyen, töltöttek el egy szombatot ö, egy zsidó családnál. És hát ö, annak minden részével, tehát a, nem csak a zsinagógával, hanem a családi ünnepléssel, ahogy mindenki összön az asztalnál, a 80 éves nagypapától a két hónapos kisunokáig, és van egy ilyen ünnepi asztal, ahol, ahol énekelnek, ahol mindenkinek van valamilyen szerepe, ahol. ahol ö, ö, tehát van egy olyan, egy olyan különleges hangulat, aki ezt már megtapasztalta, azt pontosan tudja, hogy mire gondolok. És amikor vége volt a látogatásnak, akkor kérdeztem az édesapámat, hogy mi volt a legkedvesebb, vagy a legérdekesebb számára ebben az egy tíz napban, amit ott kint töltöttek velem. És azt mondta, hogy hát ez a, mondja, ez a szombat, ez fantasztikus. Ez olyan, mintha minden héten karácsony lenne. szóval, hogy az a fajta ünneplés, amire a Püspök utal, az tényleg a zsidó, zsidó gondolom akkor a zsidó keresztény hagyományban az arról szól, hogy amikor azt mondjuk, hogy van az alkotásnak, vannak a napjai, és van egy nap, amit Istennek adunk, az arról szól. Hát szóval, ugyanezt mondta Püspök az előbb. Hogy van egy olyan lélekállapot, Péter, amikor az ember a világgal kerül kapcsolatba, és a körülbelül világot akarja, azt a közeget akarja, vagy ha, ne, ha akarja, ne, hanem azt változtatja, azt alakítja, de kell, hogy legyen egy olyan, amikor, amikor magunkban vagyunk, vagy visszatérünk Istenhez, és ennek része nyilván a család, ami nem a külső világ, hanem a belső világunk. Ez a visszatérés, ez, ez azt jelenti, hogy az univerzalitásnak adjunk teret, mert a mindennapi cselekedeteinkkel csetlünk botlunk az univerzális értékek között, és akkor egy nap helyre áll? Hát és igen, akkor... és hogy egy nap ne a ajándékokra koncentráljunk, mm -hmm. hanem az ajándékozóra, aki mögötte van. Tehát én nem vagyok az ajándékozás ellen, csak az a félelem, hogy sokszor tényleg úgy járunk, hogy a sok ajándéktól nem látjuk azt, aki aki mögötte van, aki, a, aki az ajándékozó, akiről ugye a karácsony evangélium úgy szólt a Károli fordításban, legalábbis így olvassuk, hogy megtartó született ez a megtartó szó, ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, mm. és ez talán az ünnepre is úgy, úgy igaz, hogy, hogy nem én tartom az ünnepet, hanem az ünnep tart meg engem, illetve az, aki az ünnep mögött van, és azért ez nem mindegy. Nagyon érdekes, most olvastam, hogy van egy olyan négy csoport, vagy talán több is, és most nem jut eszembe, hogy a föld melyik részén, ahol az ajándék ilyen ünnepekkor, és ez nem feltétlen keresztény ünneplés egy adott tárgy, aminek nincs semmilyen értéke és körbejár, és mindig visszakerül az eredeti ajándékozóhoz, mint mm -hmm. ajándék. Tehát, hogy csak a gesztus az, ami fontos, és nem mm -hmm. pedig az átadott tárgy. Hogy hogyan Bármilyen... adom át, és nem, igen, adok át. Igen, igen. Mm -hmm. ez, nyilván ez, ez egy nagyon érdekes és tiszta... Hát ugye ennek a gyökere is bibliai, hiszen az első ilyen, ugye azt mondtad, hogy most nem régen meg egy valaki, nem emlékszem, nem Csányi Vilmossal. egy interjú, hogy az ajándék az az áldozat, az áldozatból fakad, és az áldozat az, az valahol az alázatnak a kifejezése és ezért egyértelműen ugye itt is az, hogy hogyan adom az áldozatot, az nem mindegy, hiszen az első ilyen áldozó történet ugye Káinérel és Ábelről Káben. szól, ami azt fejezi ki, hogy az egy, ugye, ami azt mondja el, hogy Ábel ajándékát elfogadta a teremtő, Káinét viszont nem, nem, és hogy miért nem, nem azért, hogy, mert az egyik adott a másik nem, hanem azért, mert hogyan adott. Uh -huh. Az egyik a legjobb termésből, a, leg, a legkedvesebből adott, ami, ami kifejezi azt, hogy, hogy ebben volt, ott volt az érzelmi háttér, ott volt az, a, az, az az odaadás, az az alázat, a másik pedig csak ki akarta pipálni uh -huh. a dolgot. Ebből a szempontból az érdekes, még a, a bölcseg szerepel már itt megidézzük a karácsonyi történetnek a szereplőit, hogy ők is visznek ajándékot, ugye a leírás szerint aranyat, tömjént és mirhát, és ugye ennek is persze, mint mindennek lehet szimbolikus üzenetet találni, ugye az arany, az a királyok, a fémek királya, a királynak szóló ajándék, a tömjén, az Istennek szóló ajándék, és a, a harmadik, a mirha, az pedig már a fájdalomra, a szenvedésre utaló, az egy ilyen sepkenőcs vagy gyógykenőcs valami volt. Hát próbálják ezt úgy is magyarázni, hogy már ezekben az ajándékokban utalás volt arra, hogy mi lesz a küldetése Jézusnak. És hát ugye aztán van egy ének is, ami nekem ilyenkor mindig beugrik, egy gyönyörű karácsonyi énekünk, hogy elhoztam minden kincsemet, mint ingyen adtál nékem. Uh -huh. Ez egy gyönyörű karácsonyi ének, amire Bach írt dallamot, és a Gerhard pár szöveg arról szól, hogy im jászlad mellett érdelek, tehát oda térdelek a jászolóz, és oda leteszem mindent, mindazt, amit kaptam, ingyen tőle, tehát hogy Istennek köszönöm meg, és ebbe a családunk, a gyermekeink, a hozzátartozóink, tehát ilyenkor jó lenne azért a karácsonyfa fényénél egymásban is ajándékot látni. Tehát az ajándék az nem csak valami lehet, hanem valaki. A karácsony inkább arról szól, hogy valaki adatik, a, a, valami az már egy másodlagos. A keresztény hagyományban az, hogy, és akkor csak azért, mert itt már a szombat és a karácsony párhuzamát is megteremtettük, a keresztény hagyományban annak, hogy, hogy, hogy egy ilyen, legalábbis a világ életben egy ilyen nagyon szigorú Szünnap és munkaszüneti munka nap van, szigorúbb, mint bármikor máskor. Ennek van valamilyen vallási hagyomány, hogy ez pont karácsonykor van, így, vagy ez inkább így van karácsonykor, mint máskor. Csak azért kérdezem, mert ugye a szombaton ugye ez egy nagyon fontos elem, hogy azáltal, hogy, hogy kivonom magam a mindennapi alkotóvilágból, ezzel tudok az, ezekre az ajándékokra, a családomra, a lelki életemre, az igazán fontos dolgokra jobban odafigyelni. Hát hangsúlyozom, hogy a, ez a luteri magyarázat a harmadik parancsolatnak, ez arra figyelmeztet minket, 500 éve, de régebben is már, hogy az ünnepnap attól ünnep, hogy nem én dolgozok, hanem... hagyom Isten dolgozni. Igen, igen. Tehát... De itt ebben van különbség az ünnepek között? Tehát, hogy a karácsonynál, a keresztény hagyományban van egy különbség mondjuk a karácsonyi munkaszünet kötelessége és a, a húsvéti vagy a pünkösdi munkaszünet? Hát, elvileg minden nagy ünnep Münnep. az egyben munkaszünet, az más kérdés, hogy mondjuk a pünkösd hétfőt a pünkös legtöbben már inkább kilándulással töltik uh -huh. meg. Egyéb programokkal a karácsony az nagyon komoly, sőt, hát én visszaemlékszem, hogy még abban a bizonyos átkosban is, amikor én falun voltam lelkész, azok a derék tartsai, TS dolgozók nagy pénteken nem voltak hajlandó ülni, azt mondták, hogy majd ledolgozzák legközelebb, akkor ugye az még munkanap volt. Hm. Tehát érezték, hogy, hogy no, ha az hivatalosan nem volt, de akkor azon a napon ők inkább hm. templomba mennek. Tehát ez benne van nagyon mélyen azokban, akik komolyan veszik Istennek a törvényét és igéjét. Arról beszéltünk az egyik ilyen karácsony hangulatú társalgásban, hogy amikor az ünnepnek vége van, <kül> nagyon szeretjük az ünnep utáni első napot akkor pihenünk. <laughs> <laughs> Pihenésben is pihenni kell néha. Megpihenünk. Köszönöm szépen Gáspéter Péter evangélikus püspöknek és Köves Lomó Rabinak, hogy itt ezt felvételről, még egyszer mondom, felvételről ment a beszélgetés, és karácsony másnapján hangzik el. És Hanuka negyedik napján. És Hanuka negyedik napján. Boldog ünnepet mindenkinek, önöknek is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Minden jót. Köszönjük, köszönjük szépen. És, köszönjük, és tartós karácsony kívánunk, ami a hétköznapokra is kihat.